szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kissé rendhagyó módon most bevetett horoggal álltunk neki ennek a forgatásnak, és ennek egy a magyarázata, tél van, és ilyenkor minden perc számít. Akik ismernek, tudják, hogy akkor fejezem be a horgászatot, amikor a kosár már a jégen koppan, és ez a film is arról fog szólni, hogy az általam kitapasztalt hidegvízi praktikákat bemutassam, amivel komfortosabbá és talán eredményesebbé is tehetjük a téli horgászatokat. A helyszínválasztás nem véletlenül esett a délegyházi villantó horgásztóra. Én két időszakban szoktam bányatavakon horgászni. Az egyik a nyári időszak, amikor hosszú előkével víz közt nagyon szépen lehet itt fogni a pontyokat, a másik pedig a tél, amikor a nagy mélységek miatt a víz nehezebben hűl át, és a pontyok itt ilyenkor is intenzíven táplálkoznak. Természetesen itt is szükség van helyismeretre, mert hiába a nagy halmennyiség, azért ilyenkor a lehűlt vízben már közel sem annyit mozognak a pontyok, és szükségünk van arra az információra, hogy nagyjából hol lehetnek a pontcsapatok összeállva. Nekem itt jelen pillanatban nincsen helyismeretem, noha a nagy tavon már horgáztam, ez a kis tó, ami egy 4 hektáros vízterület, ezen még nem. Én is segítséget kértem a tó tulajdonosától, aki nagyjából elmondta nekem, hogy hol találom a halakat, és egyelőre most kereső horgászattal megpróbálom kitapasztalni, hogy hol tudok kapást elérni, és ahol megtalálom őket, ott kiakasztom a klipszet, és folyamatosan azt az egy pontot fogom horgászni. Ahogy befejeztem a felvezető szöveget, abban a pillanatban egyből kapásom is volt, és ennek nagyon örülök, mert tulajdonképpen amiről beszéltem egy perccel ezelőtt, az most be is igazolódott. Most megtaláltam a helyet, ahol kapást tudtam elérni. Erre a pontra fogok most folyamatosan egy helyre dobálni, és megpróbálom megtudni, hogy van-e még ott több hal, vagy pedig csak egy ilyen kósza pontot sikerül megakasztanom. Bízom benne, hogy nem. Part közelben vagyok már a hallal, és érdekes egyébként, hogy ezekben a mély vizekben, még ilyenkor is olyan vehemensen védekeznek a pontyok, nem hiába a nagy mélységben minden irányba tud menni. És ráadásul ez a csontig hatoló hideg idő nem könnyíti meg a dolgomat, de ez a halfogás némileg felmelegít. Remélem, hogy a nap további részében is így fogjuk mulatni az időt, nem pedig várakozással. A helyválasztás után a következő nagyon sarkalatos pont az etetőanyag és annak a bekeverése. Én télen is halas metódmixeket használok, és nagyon fontosnak tartom, hogy előző este otthon keverjük be az etetőanyagot. Egyrésztről azért, hogy reggel ne fagyasszuk már egyből a kezünket, másrésztről azért, mert ebben a hideg, nyírkos időben a szemcsék nem szívják meg magukat kellőképpen, nem lesznek elég tapadósak, és egy ilyen mély vízben már a mederfenékre megérkezés előtt kibontana a kosárból. Teljesen más ilyenkor az etetőanyagnak a textúrája, közben szerencsésen el is húzta a következő ponty. Szóval teljesen más ilyenkor az etetőanyagnak a textúrája, hogyha ha kellő időt hagyunk annak, hogy felszívja a nedvességet, és ilyenkor a tapadóságát is sokkal jobban be tudjuk állítani. Reggel a megérkezés után egy kézi permetezővel beállítottam még a tapadóságot, és mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja, tökéletesen leír a mederfenékre, és így a pontyok rá tudnak találni. Ha már víz közt eloldódna a kosárból, akkor nagy valószínűséggel nem lenne kapásom. Bányatavakon és egyéb mélyvízű helyeken nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk oda az etetőanyagnak a tapadóságára. Most is egy nagyon sokat használt, általam nagyon sokat használt keveréket hoztam magammal, egy kifejezetten hideg vízre gyártott metódmixet, ami egy kellemes fűszeres aromát kapott, van benne édesítőszer, és a letisztult sötét színe teszi igazán hidegvízivé. Ezt mindenkor szoktam mikropellettel dúsítani, fontos, hogy valamiféle darabos
anyag is legyen ott a mederfenéken, mert a finom mix, noha nagyon gyorsan kapásra ingerli a pontyokat, ugyanolyan gyorsan szét is tudják verni. Kicsit érdekes kombináció, hogy a fűszeres metódmixet epres mikropellettel keverem, de valamiért bárhol viszem, a pontyok mindenhol nagyon szeretik. Ez már egy régi jó bevált recept nálam, ezt előszeretettel használom mindig. Nagyon kellemetlen az idő, folyamatosan valamiféle szitálás van, és már szemüvegemet is le kellett vennem, mert akadályozott a látásban. Ismét egy kis ponty. Ha szelektálni szeretném a pontyokat, akkor valószínűleg csak mikropelletet használnék, mert így a Method Mixnek a füstje a kis pontyokat nagyon hamar kapásra bírja, de decemberben nem fogok szelektálni. Minden halnak örülök, amit csak meg tudok fogni. Közelről talán egy kicsit látványosabb, hogy a Method Mixbe bőven tettem pelletet. Ennek az a jelentősége, hogy ha a kosár leviszi magával és a Method Mix gyakorlatilag kiterül, akkor a pontyok találjanak maguknak ott apró kis szemeket, amin tudnak bogarászni, és ez egy helyben is tartja őket. Nyáron a nap ellen, ebben a téli időszakban pedig ez a nyírkos, párás levegő ellen védenek nagyon jól ezek a zárható edények. Nagyon fontos, hogy folyamatosan tartsuk lefedve, mert a levegő páratartalma is ugyanúgy kár tud tenni ez a tetőanyagba, és a tapadóságát ezáltal elveszti, hogyha túl nedvesedik. A megfelelő hely és a megfelelő tetőanyag semmit nem érne megfelelő csalik nélkül. Én kizárólag már waftereket használok ebbe az időszakba, mégpedig azért, mert a halak ilyenkor egyértelműen a mederfenéken tartózkodnak, és ott is táplálkoznak. Lebegő csalit ilyenkor már nem használok. Nálam vannak a 2020-as év már újonnan elkészített csaliai, ezek kifejezetten hideg vízre gyártott wafterek, tulajdonképpen az általam használt Method Mixnek a saját csaliai. Hideg vízben nagyon fontos a csalinak a mérete. Normál méretű pontyoknál soha nem használok 10 mm-nél nagyobb csalit, én úgy gondolom, hogy teljesen felesleges, maximum nem lesz kapásunk, hogyha csalit túlméretezzük, mint ahogy például ez a csoki narancsos duo wafter, ez a 10 mm-es méretével szerintem teljesen ideális a átlagos méretű pontyoknak. A wafterek esetében nagyon fontos, hogy ezek a csalik kritikusan ki vannak könnyítve. Nem emelik meg a csali tüskét, de mégis, hogyha bedobom a vízbe, akkor egy nagyon lassú, de határozottan lesüllyed a mederfenékre, és a legkisebb szívás irányába megindítja a horgot. Ez a wafternek tulajdonképpen a szerepe. Ennek azért van jelentősége, mert az előkő hosszától függően, hogyha lebegő csalit használnék, akkor a horgom itt fent lebegne, és a halak pedig itt szedegetnék össze a etetőanyagot. De így, mivel waftert használok, és teljesen ki van könnyítve, így teljesen súlytalanul a etetőanyag kupac mellett elhelyezkedik, és ahogy a pontyok szívják az etetőanyagot, úgy már megy is a horog a szájukba. Nem mehetünk el szó nélkül a felszerelésem és a végszerelék mellett, talán az egész hidegvízi horgászatnak ez a legsarkalatosabb pontja. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl dúlva végszereléket használnak, túl nagy horgot, túl vastag zsinórokat. Ez ebben az esetben abszolút a horgászat rovására megy. Nyilván egy nyári horgászaton egy ilyen finom végszerelékkel nem tudnám kifogni a halakat, mert olyan erővel küzdenek, hogy szinte biztos, hogy vagy a horog kiegyenesedne, vagy pedig az előke zsinórom elszakadna.
De ilyen hideg vízben, amikor a halak már közel sem olyan erővel küzdenek, mint nyáron, nyugodtan használhatunk, mint ahogy most én jelen esetben, akár egy 6-os 0,06 század milliméter vastagságú előkét és egy 16-os horgot. A felvételek is mutatják, hogy egyetlen halvesztés nélkül minden egyes halat meg tudtam velük fogni, viszont ez az a horogméret és előkeméret, ami nem zavarja őket, és bátran ilyenkor is felveszik a csalit. A nagy távolság miatt szükségem volt egy 50 g-os kosárra, ami egy távdobószárral van ellátva. Ez gyakorlatilag a dobásnál nem engedi, hogy a kosár a levegőbe bekóváljon, egy stabil röppályán pontosan lehet dobni. A mérete ennek sem túl nagy. Bőven elegendő ez az etetőanyag mennyiség, amennyit ez bevisz magával. Nem hiszem, hogy egy nagyobb kosár helyzeti előnyhöz juthatott volna. Egy ütközőnél megütközik. Szintén a távolság és a mélység miatt szükség van egy ütközőre, ami jelzi nekem időben a kapást. A víz tisztasága miatt monofil zsinórból kötöttem egy 30-as dobóelőkét, a dobóelőkére pedig azért volt szükség, mert a 18-as monofil főzsinór nem bírná a minimum 70 méteres dobásokat. Szintén a távoli dobások miatt szükségem van egy 390-es botra, mégpedig medium heavy karakterisztikával. A medium heavy botokat előszeretettel használom, megvan bennük a kellő erő egy távoli lendületes dobáshoz, ugyanakkor viszont a látsága is megvan, ami a halnak az erejét sokkal könnyebben felőrli. Hát igazán nem lehet malkom a panaszra. Ha mellettem lévő halszámláról nézek, ez a 17. pontjom, és durván 5 órája horgászom. Azért december közepén ez nem rossz. Nyilván ez hozzájárul a helynek a halbősége, de ugyanakkor hatalmas segítség volt számomra, hogy a tógazda megfogta a kezemet és megsúgta, hogy hova üljek. Tehát pontosan erről szól ez a film, hogy mit évők legyünk, hogyha nem vagyunk teljesen tisztában egy adott helynek a adottságaival. Egyáltalán nem szégyen, hogyha olyan embertől kérünk segítséget, aki ismeri a helyet, és nem pedig egy olyan helyre ülünk le, ahol lehet, hogy jó eséllyel nincs is előttünk hal. Mert hogyha leültem volna a tó egyik sarkába, vagy egy másik helyre, egy teljesen üres vizet dobáltam volna, úgyhogy mindenképpen szükségem volt a segítségre, de ugyanakkor a finom felszerelés, a megfelelő végszerelék, a megfelelő etetőanyag és csalik ugyanúgy szükségesek ahhoz, hogy ilyen lehűlt vízből is eredményesek lehessünk. Igazán nagy ponyma nem akadt a horgomra, de így december közepén ezt egyáltalán nem bánom. Azzal kell megelégedni, ami van, és örüljünk, hogy egy ilyen tartalmas horgászat jut ilyenkor. Közben már a part közelében van. Talán ő lesz a mai nap legnagyobb pontja, úgyhogy le is megyek megszákolni. Szép egészséges tükörponty, és egyébként minden hal rendkívül egészséges volt, amit kifogtam innen. Nem hiába egy nagyon tiszta vízi bányatavon vagyunk, ahol a halak nagyon jól érzik magukat. Gyorsan matracot teszem. A halvédelem télen is kiemelt szempont, úgyhogy a matrac és a bölcső nem maradjon otthon. Én pedig ezzel a gyönyörű kis pontja a búcsúzom önöktől. Remélem, hogy tudnak szemezgetni olyan kis apróságokat a filmből, ami az önök téli horgászatait is megkönnyíti majd. Viszontlátásra! You know that I want you, so come a little closer. Yeah, we could take it slow here. Yeah, come a little closer. I wanna get to know you. Yeah, everything about you, you've been driving me crazy. Yeah, you know that I want you. Ahogy ez lenni szokott, az elköszönés után visszadobta még egyszer kíváncsiságból, és most húzta egy termetesebb hal. Kíváncsi vagyok, mi van a horgon végén. You know that I want you, so come a little closer.
Helyesbítés következik. Ő a nap legnagyobb pontja, és a 18. Még egyszer elbúcsúzom. Viszontlátásra!